Már csak a kiszállításra vár az az 1400 adag étel, amit Dombóvár megújult központi konyhájában készítettek el az iskolás és óvodás gyerekek, valamint a tanárok és más intézményi dolgozók részére. A Dombóvári önkormányzat több éve készült arra, hogy centralizálják a város közétkeztetését. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon racionális döntés volt, hiszen Dombóváron 4 helyen folyt a főzés. 4 helyen főzték azt az 1400 adagot, amelyet lefőznek majd most egy helyen. Ezek a konyháink sajnos nagyon elavultak voltak, rengeteg pénzt kellett volna költeni arra, hogy ilyen állapotokat lássunk, mint itt jelen esetben van. Ezzel nem csak ezt a problémát oldották meg, hanem a régi MÁV étkezde épületét is megmentették az enyészettől, ugyanis itt került sor a központi konyha kialakítására. A pályázatot megnyerő kivitelező vállalt feladata nem csak az ellátás üzemeltetése volt, hanem az épület belső felújítása és a konyha kialakítása is. Jelenleg 1400 adag ételt készítenek, de akár a duplájára is képes lenne a modern főzőhelyiség. Az étel minőségének emelkedésével nem növekedett az ellátás ára, így a szülők ugyanannyit fizetnek a gyermekek élelmezésére. Ez az összeg, amit fizet a szülő egy háromszori étkezésért, az a teljes szolgáltatási díjnak csak egy része, mert ebbe a másik fejét az önkormányzat az bepótolja, tehát nem 500 forint egy napi étkezés, hanem csak 500 forintot fizet a szülő. A pályázat szerint az épület felső szintjén lévő 270 négyzetméteres rendezvényterem felújítását is vállalta a szolgáltató cég. Ez körülbelül 150 ember befogadására lesz alkalmas. A kivitelezést június 30-áig kell befejezniük.